Részletesen beszámolt a vele történtekről Csepelen élve eltemetett férfi, akinek sikerült kiszabadulni. A fiatalember a mindennapi.hu portálnak azt mondta, támadói megkötözték, megrúgdosták, eközben többször eszméletvesztés közeli állapotba került, majd betemették a földbe és kicsikarták belőle bankkártyájának PIN-kódját. Mint fogalmazott, elég üzemszerűnek tűnt az egész. A Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója szombaton azt mondta, hogy eddig 6 ember került előzetes letartóztatásba a Csepel-szigetén néhány napja kiantolt holtestekkel összefüggésben. Az eset miatt a rendőrség országszerte ellenőrzi a hajléktalan telepeket. Tarjányi Péter a vendégünk, jó estét kívánok! Szép jó estét. Most ellenőrzik a hajléktalan telepeket, igazából most eszmélt rá a rendőrség, hogy itt a bejelentés szerint is, mármint hogy a rendőrségi sajtótájékoztatón hangzott el, hogy itt a csepeli erdőben ilyen hajléktalan kolóniák éltek, ezt már ugye tavasszal felfedezték, de feltételezem, hogy ez úgy nem egy-két hónapos történet, hanem ez már régóta így mehet. Biztos vagyok benne, és én azt gondolom, hogy ez egy eléggé súlyos problémát vet föl, tehát kicsit egy ilyen, nem is azt mondanám, hogy álságos, hogy most egy borzalmas gyilkosság vagy gyilkosság sorozatnak kell kiderülnie, hogy igazán a politika és egyáltalán a rendészetért felelős vezetők és szervek felfigyeljenek arra, hogy ilyesmi talán előfordulhat. Igenis ezt tudott, hogy a hajléktalanok jó ideje, tehát hosszú-hosszú évekről, akár évtizedet is lehet mondani, egyfajta ilyen kolóniákba, táborokba szerveződnek. Az is teljesen egyértelmű a rendőrség vezetőinek, illetve a rendészetért felelős vezetőknek, hogy ezekben a kolóniákban a bűncselekményre való összeszerveződés, lopás, csalás, rablás. Itt még állítok fegyveres rablás is volt. Ez teljes egészében a mindennapokhoz úgymond hozzátartozik. Én azt gondolom, hogy ebben a témakörben egyfajta kettős felelősség van. Van egyrészt egy tágabb, tehát egy olyan társadalmi felelősség, amiben igenis az látszódik, hogy leszakadt társadalmi rétegekre, igenis Magyarország nem figyel oda. És itt nem csak a hajléktalanokról beszélek, tehát például prostituáltak elleni támadásoknál ugyanúgy nem derülnek ki ügyek. Tehát igenis vannak olyan csoportok, akik valahogy a hatóságok és az egész társadalom látókörén kívül vannak. És van a másik része, amit ön is kérdezett, hogy valahogy furcsa helyzetben vagyunk, és ez nagyon-nagyon nem jó, hogy ha valami történik, akkor mindig egy ilyen toldozgatás, foldozgatási jelleggel. Na majd most ellenőrizzük az összes kiserdőt. Erre rámozdulunk, és akkor majd, hogyha most több rendőr lesz ezekben a kiserdőkben, akkor nyilvánvalóan ez a probléma megoldódik. Aha, addig átmennek a másik kiserdőben. Így van, másrészt meg megint csak azt mondanám, amit már többször, és egyébként itt önnél is elmondtam, hogy büntető joggal megoldani, vagy rendőrséggel szankcionálni olyan társadalmi problémákat, egyszerűen a rendőrség egy pallos, tehát nem tud társadalmi problémákat megoldani. Persze ki lehet vezényelni, így van, ki lehet vezényelni 10-100 000 rendőrt, és így, hogy ön fogalmazott, arré fognak menni egy másik erdőbe, tudja, és ugyanott folytatják. Tudja, amikor beszéltünk erről utoljára, akkor, amikor a főpolgármester Tarlós István kitalálta azt, vagy biztos még további segítőivel, vagy tanácsadóival, hogy ugye meg kell tisztítani a budapesti aluljárókat. Aztán volt arról szó, hogy közterület felügyelők megbüntethetik, meg a rendőrök megbüntethetik azokat, akik, volt arról szó, tehát ez már szerintem hatályos is, akik életvitelszerűen mondjuk a közterületen élnek és laknak, és akkor számtalan szakember elmondta, hogy egyrésztről persze díjazandó a város mindenkié, nem csak a hajléktalanoké, a aluljáró is mindenkié, ne aludjanak ott, de hogy ez a problémának egy ilyen eltolása, mert hogyha kizavarják az aluljáróból, akkor még kimenekül az erdőbe, és akkor tényleg nincs szem előtt, de el is veszítik a rálátásukat a különböző segítőszervezetek. Ez az egyik oldal, azért annyit pontosítanék, tehát a fővárosban én azt gondolom, hogy tehát ezt a közterületfelügyeleti programot azért eléggé jól ismerem, tehát itt azért történtek olyan lépések, hajléktalan szállók nyitása, egyáltalán hajléktalanoknak az elhelyezés, ami jó. Nem azt mondtam, hogy nem. Csak azt mondom, hogy akkor beszéltünk erről utoljára, hogy ennek is van egy veszély, hogyha látható helyről bármilyen szankcióval a rendőrség, amit mondott, hogy nem pallós, tehát hogy bár rendőrségi erővel társadalmi problémát kezelünk, hogy itt ne legyen, ne csúfoskodjon, akkor annak az a következménye, hogyha nem fogadja el a hajléktalan szállót, akkor megy a kis erdőbe, egy ilyen kolóniához csapódik. Így van. Ez, és a harmadik dolog, amit mindenképpen megjegyeznék, hogy ahol
kolónia vagy bármilyen fajta szerveződés történik, ott mindig megjelennek formális és informális vezetők. És ahol vezetők vannak, ahol elkezdenek irányítani embereket, ott nyilvánvalóan emberek, csoportok elkezdenek egy irányba ténykedni. Ha ez a bűnözés iránya, tehát... Mert mi más lenne? Nyilvánvalóan mi azon, tehát őket a pénz mozgatja, tehát hogy hogyan tudnak a mindennapokban a megélhetésüket növelő, vagy hát azért itt beszélhetünk drogról, alkoholról, bármiről, tehát itt azért nagyon súlyos problémák vannak, ezeknek az előteremtéséhez, pénzhez jutni, akkor a legrövidebb út az mindig a bűncselekmény, tehát a bűn, és pillanatok alatt a 17.-18. század Angliájában találhatjuk magunkat, ahol ugye koldus és hajléktalan bandák jelentek meg és fosztogattak a város. Hogy jön a képbe ez a bizonyos uzsora? Mert ugye erről azért hallottunk, tehát ez se egy új jelenség, meg volt már erre még valamennyire mozgalom is, hogy hivatalos és lépjenek fel, bár szerintem, tehát ez bűncselekmény, tehát ilyen, hogy uzsora kamatot szedni valakitől, tehát bűncselekmény, csak nehéz bizonyítani. Igen. Én ma hallottam Dráva Piski polgármesterét nyilatkozott, és mondott például egy döbbenetes számot, ha valaki 10 000 forintot kap kölcsön egy uzsorástól, azt ugye napi 100%-os kamattal szokták odaadni, az egy év múlva 40 millió forintot kell, hogy visszafizessen. Tehát, hogy és akkor ezt nem lehet bizonyítani, aztán a vége ott egy bűncselekmény, hogy elrabolják a családját, beássák nyakig, és ezek nem ilyen 10 évente, 20 évente történik, ezek létező folyamatok itt Magyarországon. 2 vagy 3 évvel ezelőtt volt pont egy konferencia, ahol erről folyt egy beszélgetés, és ott igenis külföldi szakértők is, tehát erre emlékszem, fölhívták a figyelmet, hogy a bűn és a bűnhöz kapcsolódó ilyen szerveződő folyamatok, hát ha nem is azt mondom, hogy új bűncselekmény, mert az uzsorázás az elmúlt 2000 évben vagy 10 000 évben is mindig volt, tehát, de azért vissza lehetett szorítani. És ahol társadalmilag leszakadt rétegek jelennek meg, és ezt még megfűszerezzük egy kis gazdasági válsággal, tehát nehéz gazdasági körülményekkel, régiók leszakadásával, akkor igenis vannak bizonyos bűncselekmény típusok, amelyek gombamód elkezdenek szaporodni. Ugyanez igaz, ahogy az előzőekben ő megfogalmazta, az uzsorázásra. És ahogy az ügyvéd urat hallgattam előbb, egy másik téma, de egyébként a büntetőjog és egyáltalán a jogkezelés, a jogalkotás Magyarországon, én azt látom, hogy mindig valahogy egy kicsit lemarad az eseményekhez képest. Tehát miközben szakértők akár társadalmi folyamatokat, vagy bűncselekmény folyamatokat elemezve, vagy gazdasági folyamatokat felhívják előre a figyelmet, a jogalkotás lemarad. Ezt egy kicsit a régi szakmában mi mindig úgy fogalmaztuk, hogy amikor valaki lemaradva követ egy magatartást, akkor egy dimenzióban gondolkodik. Ugyanúgy egydimenziós törvényeink vannak. Ez igaz az előzőekben megfogalmazott, rágalmazó, úszító jellegű dolgokra, és ugyanígy ezekre az uzsorás történetekre is. Addig nem uszítás, lehet zsidózni, cigányozni, amíg el nem indul a tömeg. Így van. És addig lehet mindannyiunkkal, meg a joggal is játszani. De akkor térjünk ehhez vissza. Ez a földbetemetés, ez nekünk egyrészt most megint a középkor jutott eszembe. Ez milyen bűnözői körökre, milyen bűncselekmény formára, vagy akár milyen országokra, ha van ilyen eltérés jellemző? Magyarországon nem annyira ismert, egy-egy eset volt, ezt az elmúlt 20 évben talán én 2 ügyben dolgoztam, ahol elváltemettek, tehát így halt meg áldozat. És ez is ilyen leszámolás, vagy uzsora? Általában büntetés, tehát ezek szervezett bűnözői csoporthoz kapcsolódtak, és külföldiekhez. Tehát amikor ezt a hírt hallottam, és nem hallottam még így a hátterét végül is az ügynek, tehát hogy hajléktalanok, nekem rögtön az villant be, hogy ez valamilyen fajta leszámoláshoz kapcsolódott, tehát árulókat szoktak így szervezett bűnözők elsősorban. Ilyen maffia, hát, a szervezett, cselekmények, vagy a szervezett bűnözésnél ez egy büntetés, tehát az, amikor valakit élve eltemetnek, ez délszláv államokban, de nem akarnám ezt teljes egészében a Balkánra ráhúzni. A szervezett bűnözésen belül ez egy, hát ha nem is annyira bevett, de egy elborzasztó módja annak, amikor valaki áruló lesz a rendszeren belül, és akkor így figyelmeztetik a csapatban lévőket, hogy mindenki járhat így. Ebben az esetben azért
Azt még nem tudjuk, vagy lehet, hogy én nem láttam a média hírek alapján, és ezért várom nagyon az igazságügyi orvos szakértőknek a véleményét, hogy az áldozatokat, akiket elhantolva megtaláltak, hogy ők is ilyenfajta módon haltak-e meg. Nyilvánvalóan az orvos szakértők vizsgálják azt, hogy... És ebben azért vagyok óvatos, mert pillanatok alatt a bűnözők ráhúzzák azt, hogy nem én voltam, ott se voltam, lehet, hogy betegségbe halt bele, tehát számtalan kiskapu van, tehát én azt gondolom... Brutális öngyilkosság. Igen. Tehát ezért is fogalmazott szerintem a rendőrség is nagyon óvatosan, és ezért van az, hogy még emberüléssel senkit nem gyanúsítottak meg. Én azt hiszem, hogy az elkövetői kör már megvan, akikre úgy gyanakszik a rendőrség, hogy igenis ebben az ügyben valamilyen úton, módon benne lehetnek, vagy benne vannak, és várják azokat a szakértői véleményeket, amin keresztül hihetetlen gyorsan át lehet fordítani, és konkrétan meg lehet adott esetben nevezni, hogy kik az elkövetők. Ennél a fiatalembernél, aki most nyilatkozott, tehát ő állítása szerint kiásta magát, bár őt is nyakig betemették, amíg elmentek a bankkártyájáról leszedni a pénzt. Most ugye az ő vallomása, vagy az ő nyilatkozatai azok, amik itt nekik egyáltalán így bármit így van, mondhatnak, mert a rendőrség nyilván most még a nyomozás érdekeire hivatkozva nem akar és nem is mondhat részleteket, de tehát az ő betemetése az egy inkább fogvatartás volt. Megfélemlítés, fogvatartás. Szerintem vallatás leginkább, tehát azon keresztül, hogy őt... Mondd meg a PIN kódodat. Vannak olyan alapinformációk, amelyeket az ember nem ad ki. Tehát ilyen egy PIN kód óvja az értékeit. Ezek az emberek nyilvánvalóan ezt meg akarták szerezni, és tudták azt, hogy ezt brutális eszközökkel tudják csak elérni. Nyilvánvalóan a legalapvetőbb félelmeire, az ember legalapvetőbb félelme a fulladástól való félelem, ugye ez vannak, akik vízbe ez előjön, tehát hogy vannak vízbe olyan... Igen. Tehát vannak olyan módszerek, amelyeket... ismernek bizonyos emberek, és nyilvánvalóan azok között, akik ezt tették, volt több olyan ember, aki ezt ismerte, és ezen keresztül ezt alkalmazták ellene, és el is érték tulajdonképpen, amit akartak, hiszen ő elmondta, tehát az életénél az a 60 ezer forint többet ért. Világos, de hogyha a többi négy szerencsétlenül járt ember, hogyha őket nem vallatás miatt, hanem azért, tehát büntetésből ásták el, mert mondjuk nem adta meg a kölcsön kért pénzt, akkor ennek mi értelme, hogyha ha megöli, akkor esély sincs arra, hogy megadja a pénzt. Én azt hiszem, hogy ha emögött egy uzsorás irány van, akkor igenis azt ők jelezték, hogy aki nem fizet, az így is járhat, és hirtelen mindenkinek a fizetési kedve megjavulhatott. És ennek nem ment híre. Biztos, hogy volt híre, tehát, de ez egy zárt közösség. Tehát megint csak visszautalnék a beszélgetésünk elejére, hogy az ilyen közösségekben könnyű azt mondani, hogy a rendőrség jelenjen meg és derítsen, hát be se tud lépni. Tehát ez egy zárt közeg, nagyon nehéz innen információkat kiszedni. Na hát akkor az orvos szakértői vélemény után majd kicsivel okosabbak leszünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.